Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Majd ő maga elmegy és megveszi a virágokat, mondta Mrs. Dalloway. Mert Lucynak éppen elég dolga volt leakasztgatni az ajtókat, várni, hogy jöjjenek Rumplemere-től. Meg aztán gondolta Clarissa Dalloway, micsoda reggel, milyen friss, mintha tengerparton hancúrozó gyerekek örömére ragyogna ege. Micsoda pompás mulatság, fejest ugrani bele, mert mindig ezt érezte, amikor Bortonban, annak idején, ma is szinte hallja, még a sarokvasak pici nyikordulását. Hirtelen mozdulattal kitárta az üvegajtó mindkét szárnyát, és belevetette magát a szabad levegőbe. Milyen üde, milyen csendes volt az a kora reggeli levegő, mennyivel nyugodtabb az itteninél. Akár egy hullám könnyű legyintése, egy hullám csókja, borzongatóan hűvös és éles, és mégis egy 18 éves lánynak, annyi volt akkor, ünnepélyes. Mert ahogy ott állt a sarkítárt üvegajtó előtt, érezte, hogy valami lenyűgöző dolog történik mindjárt. Nézte a virágokat, a fákat, ahogy kibugyolálódtak a ködből, ahogy felröppentek, s megint lecsaptak a varjak. Csak állt ott, csak nézett, míg Peter Walsh hangja meg nem szólalt. Mélázgatunk a zöldségek közt, ezt mondta. Én már csak többre becsülöm az embereket a káposztafejeknél. Ezt mondta? Mert egészen biztosan reggelinél mondta ezt egy nap, amikor ő kilépett éppen a teraszra. Peter Walsh ezekben a napokban kell visszatérnie Indiából, valamikor júniusban vagy júliusban, el is felejtette már mikor, de hát olyan szörnyen egyhangúak voltak a levelei, amit mondott, arra emlékezni lehetett, arra igen, a szemeire, a zsebkésére, a mosolyára, a mogorvaságára, és ha közben milliónyi más dolog feledésbe merült is, milyen különös, egy-két ilyen mondására, mint erre például, a káposztafejekről. Egy pillanatra kicsit mereven kihúzta magát, megállt a járda szélén, várta, hogy a Dirt Note cég szállítóautója elhaladjon előtte. Elragadó asszony, gondolta Scroope Purvis, aki jól ismerte, mint ahogy a Westminsterben minden közeli szomszéd jól ismeri egymást. Van benne valami madárszerű, mint egy kicsi szajkó, kék-zöld szeme villódzó, könnyű, eleven, pedig már túl van az 50-en, és a betegsége óta nagyon sápadt. Ott állt minden pillanatban, mintha minden pillanatban kész volna felröppenni. Ott állt a járda szélén, nem vette észre a férfit, megfeszülő testtel várta, hogy átmehessen. Mert aki a Westminsterben lakik, hány éve ismer? Több mint 20. Még a legnagyobb forgalom közepén vagy éjszaka felébredve is érez, Clarissa biztos volt ebben. Valami különös csendet, ünnepélyességet, valami leírhatatlan szünetjelet, várakozásteli visszafojtottságot. Persze lehet mindez a szívétől is, melyet, mint mondták, megviselt az influenza, mielőtt a Big Ben üt, most, felzúgott, zengett. Először csak zenei jelzésként szinte, aztán visszavonhatatlanul ütni kezdte az órát. Olmos súlyos gyűrűi szétoszlottak a levegőben. Micsoda szamarak vagyunk, gondolta Clarissa, keresztülvágva a Victoria Street-en. Mert az ég a megmondhatója csupán, miért szeretjük annyira, miért látjuk ilyennek, miért fűzzük tovább gondolatban, magunk köré építve, mindig újra ledöntve, minden pillanatban újjáteremtve ezt az egészet. De hát a legutolsó madárjesztő, a sok porigalázott, nyomorult is, ahogy ott ül kinn a lépcsőn, és szürcsöli önnön tönkrejutottságának seprőjét, ugyanígy tesz. És éppen ezért erről meg volt győződve. Semmire sem lehet itt jutni törvényekkel. Éppen ezért, mert szeretik az életet, az emberek szemében, lendületében, lábdobogásában, ráncorgásában, a zajban és a forgatagban, a kocsikban, autókban,
Autóbuszokban, teherautókban, az utcán végig imbolygó, csoszogó szendvics emberekben, a cinek és fúvósok csinnadrattájában, a verklinyi korgásban, a magasan fönkeringő repülőgép diadalmas motorberregésében, Cérnavékonyka énekhangjában mindenütt ott volt, amit ő is szeretett. Az élet. London. Ez a júniusi pillanat. Mert június közepe volt, és a háborúnak vége, kivéve persze az olyanok számára, mint Mrs. Foxcroft, a követségen, tegnap este, aki egyre csak azon gyötrődik, hogy az a szép, kedves fiú meghalt, és az ősi birtok valami unokatestvérre száll, vagy Lady Bexborough, aki úgy mesélik, jótékonysági vásárt nyitott egy sürgőnnyel a kezében. Legkedvesebbje, John, elesett. De a háborúnak azért vége. Hála az égnek. Vége. Június volt. A király és a királyné a palotában. S bár oly korán volt még, mozgás riadt mindenütt. A galoppozó paták dobaja, krikettütők koppanása, a Lords, az Ascot, a Ranelagh és a többi. S mind-mind a kékes szürke reggeli levegő puha leplébe burkolózott, mely ha feljebb emelkedik a nap, kibontja őket, s ott fognak állni, akkor a zöld füvön, meg a rajtvonalaknál a ruganyos lovak alig érintik melső lábukkal a földet, már fölrepülnek újra, és ott nyüzsögnek majd mindenütt a fiatal emberek, a lányok pedig, áttetsző muszlin ruhában, mindjárt egy áttáncolt éjszaka után nevetgélbe viszik sétálni valószínűtlenül bozontos kutyáikat, s már most is, ezen a korai órán titokzatos úti célok felé autóznak diszkrét, koros nemes özvegyek. A kereskedők csatokat és gyémántokat igazgatnak a kirakatban, csodálatosan szép régi tengerzöld, 18. századi foglalatú brossokat, melyeknek amerikai vevőket kellene kísértésbe vinniük. De takarékoskodni kell. Nem szabad csak úgy meggondolatlanul vásárolni valamit Elizabethnek. S ő maga, aki úgy szerette mindezt, olyan képtelen, rajongó szenvedéllyel, s annyira a része volt, hiszen az ősei valaha, még a négy György idején, udvari emberek voltak. Igen, ő maga is fényesen kivilágítja házát ma este, társaságot fogad. De milyen különös a St. James Parkba, belépve ez a csend, a reggeli pára, a távoli zaj, a boldogan körbeúszkáló kacsák, a begyesen totyogók, s ki más jönne itt, háttal a kormány épületeknek, igen, stílszerűen királyi címeres irattáskával, ki más, mint Hugh Whitebread. Régi barátja, Hugh. A bámulatra méltó Hugh. Jó reggelt, kedves Clarisszám, mondta Hugh kicsitán eltúlzott szívélyességgel, már ahhoz képest, hogy gyerekkoruk óta ismerték egymást. Hova indultunk? Imádok Londonban sétálgatni, mondta Mrs. Dalloway, csak ugyan sokkal inkább, mint akárhol vidéken. Ők pedig éppen most jöttek fel Londonba, sajnos. Orvosoknál vizitálni, mások képtárat nézni jönnek operába, vagy a lányukat vezetik be a társaságba. Whitbreadék azonban orvoshoz járnak majd. Clarissa nem is tudta már, hányszor látogatta Evelyn Whitbreadet mindenféle magánszanatóriumokban. Csak nem beteg Evelyn megint? Nem, azt nem lehetne mondani, hogy különösebben jól van, mondta Hugh, s jó karban tartott férfias, pompásan mutató, kifogástalan felépítésű testét kicsit előre tolva, vagy felpuffasztva, egyébként mindig szinte túlságosan jól öltözködött, nem is tehetett másképp, nyilván az udvarnál viselt kis állásocskája miatt, érzékeltetni próbálta, hogy feleségének panaszai kizárólagosan belső természetűek, semmi komolyabb. Egy ilyen régi barátnő, mint Clarissa Dalloway, nyilván megérti, anélkül, hogy sokat kellene magyarázgatnia a dolgot. Ó, persze, hogy értette. Igazán milyen kellemetlen.
Tele volt testvéri együttérzéssel, ugyanakkor azonban furcsa módon a kalapja foglalkoztatta mindenek felett. Nem éppen a legmegfelelőbb kalap ilyen kora reggel, ezért talán, mert Hugh mellett mindig azt érezte, ahogy a férfi ott haladt az oldalán, lelkendezve szinte, kalapját túlságosan is, buzgón lengetve, biztosítva őt, hogy 18 éves lánynak nézné akárki, s hogy okvetlenül ott lesz az estén. Persze, hogy ott lesz. Evelyn mindenképpen ragaszkodik a dologhoz. Legfeljebb egy kicsit késni fog az udvarbeli fogadás miatt, ahova Jim egyik fiát el kell vinnie. Mindig egy kicsit szürkének érezte magát Hugh mellett, a féle kis iskolás lánynak. Mégis kedvelte. Egyrészt, mert már időtlen idők óta ismerték egymást. Meg aztán úgy gondolta, a maga módján nagyon rendes fiú. Még ha Richardot majdnem megőrítette is néha, ami pedig Peter Walsh-t illeti, ő mindig a mai napig nem tudta megbocsátani neki ezt a rokon szemvét. Emlékezete felidézte Burtont egyik jelenetet a másik után, milyen dühös volt Peter. Hugh pedig, no persze, nem mérhető hozzá semmiképpen mégsem, olyan komplett hülye azért, ahogy Peter gondolta, nem olyan fafejű. Mikor idős anyja arra kérte, ne menjen a vadászatra, vigye el bátba, Hugh szó nélkül megtette. Igazán önzetlen volt, s ha Peter azt állította róla, hogy se szíve nincs, se esze, csak jó modora és angol, gentlemanhez illő neveltetése, hát ez semmi egyebet nem bizonyított, mint hogy az ő kedves Peterje ilyen utálatos tudott lenni néha. Mert néha ugyan kiállhatatlan volt. Képtelenül viselkedett. Mégis, milyen csodálatos lenne együtt sétálgatni vele egy ilyen reggelen. Június kicsalogatta mind a fák levelét. A pimlicói anyák szopogtatták kicsinyeiket, az admiralitásra egymás után érkeztek a jelentések a flottáról, és az Arlington Street meg a Piccadilly, mintha valósággal melengedték volna a park levegőjét, felforrósítva, megcsillogtatva a leveleket valami isteni életöröm hullámzásán, mert Clarissa úgy imádott, tánc, lovaglás, hogy lelkesedett valaha mindezért. Mert mintha évszázadok választották volna el Petertől, Clarissa sosem írt neki, az ő levelei meg úgy zörögtek, mint a száraz ágak. De akkor hirtelen megrohant a gondolat. Ha most itt lenne velem, mit mondana? Voltak napok, látványok, pillanatok, melyek visszahozták őt, szép csendesen, a régi keserűség minden csöpp éze nélkül. Talán ez volt a jutalom, hogy annak idején valaki csak ugyan számított az embernek, visszatérnek, megjelennek a St. James Parkban egy szép reggelen. Így volt csak ugyan. De Peter, bármilyen gyönyörű volt is a nap, bármi gyönyörűek a fű, a fák, meg az a kislány ott, rózsaszínben. Peter soha nem vette észre az ilyesmit. Mit tenne most is? Feltenni a szemüvegét, ha Clarissa megemlítené neki, és körülnézne. A világhelyzet az érdekelte őt. Wagner, Pope költészete. Az emberi jellem, igen, örökkön örökké, no meg saját lelkének tökéletlenségei. Hányszor összeszitta Peter? Hogy vitatkoztak, milyen hevesen? Mert Clarissa végül úgyis egy miniszterelnökhöz megy feleségül is, fennáll majd egy lépcső legtetején. A tökéletes háziasszony, ezt mondta róla Peter. És ő hogy sírt ezen hálószobájában. Minden képessége megvan hozzá, hogy tökéletes háziasszony legyen. És itt, a St. James Parkban, megint azon kapta magát, hogy önmagával vitatkozik, érvel, és arra a következtetésre jut, hogy igaza volt. Milyen igaza? Hogy nem ment hozzá feleségül. Mert a házasságban mindig kell egy kis kötetlenség, kell, hogy azok, akik napról napra ott élnek egymással, ugyanabban a házban egy kicsit függetlenek is lehessenek. És ez Richard mellett megvolt.
És Richardnak is megvolt mellette. Hol is van például ma délelőtt? Valami bizottsági ülésen? Sose kérdeztem, melyiken éppen. De Peterrel mindent a legvégsőkig meg kellett volna osztani. Részletesen meg kellett volna beszélni. És ez elviselhetetlen volt. És amikor ott a kis kertben, a szökőkútnál arra a jelenetre sor került, szakítania kellett, különben tönkreteszik, elpusztítják egymást. Erről meg volt győződve. Meg kellett tennie, még akkor is, ha azután évekig hordta szívében tört nyíl hegyeként a megbánást, a fájdalmat. És aztán jött az a rettenetes pillanat, amikor egy hangversenyen meghallotta valakitől, hogy Peter megnősült. Elvett egy nőt, akivel Indiába menet ismerkedett meg a hajón. Nem, ezt soha nem fogja elfelejteni. Hideg, szívtelen, prűd, ezt mondta róla Peter. És hogy soha nem fogja megérteni, mennyire szereti őt. Persze, azok az indiai hölgyek bizonyára megértették. Butácska, csinos kis libák. Ő pedig elpazarolta az együttérzését. Mert a férfi boldog volt, megírta neki. A legteljesebb mértékben boldog, de semmit nem valósított meg mindabból, amiről annyit beszélgettek. Egész élete elhibázott dolog volt tehát, és Clarissát még ezzel is, még ma is felbosszantotta. A park bejáratához ért, megállt egy pillanatra, nézte az autóbuszokat a Piccadillyn. Soha senkiről nem mondja hát ezentúl a világon, hogy ilyen vagy olyan. Fiatalnak érezte magát, ugyanakkor végtelen időt érzett maga mögött. Mint a kés pengéje, úgy szelt át mindent. És ugyanakkor, ha kívülálló volt, csak néző. Ahogy a taxikat figyelte, az volt az érzése szüntelenül, hogy kinn valahol messze, messze, nagyon messze a tengeren, egyedül. És mindig úgy érezte, nagyon-nagyon veszélyes dolog akár egyetlen napot is megélni. Nem mintha különösképpen okosnak vagy rendkívülinek hitte volna magát, nem is értette, hogy boldogulhat az életben azzal a pár szalmaszálnyi kis tudással, amit Fräulein Daniels nyújt neki. Mert semmit sem tud. Nyelveket, történelmet, könyveket is alig-alig olvas mostanában, legfeljebb emlékiratokat lefekvés előtt. És mégis, mennyire elragadó számára itt minden, az elhúzó taxikkal együtt. És soha nem mondaná többé Peterről. Soha nem mondaná magáról sem. Ez vagyok, az vagyok. Egyedüli képessége, hogy ösztönösen is képes felbecsülni az embereket, gondolta, ahogy tovább indult. Csak egy pillanatig dugják be valakivel egy szobába, és már felgörbíti a hátát, mint a macska, vagy dorombol éppen. Devonshire House, Bath House, a porcelán kakadús ház, mindet látta már, ragyogóan kivilágítva, és eszébe jutott Sylvia, Fred, Sally Satan, mennyi-mennyi ember, és végig táncolt éjszakák, és a piacra döcögő kordék, a hazafelé utak, a parkon át, emlékezett rá, egyszer egy shillinget dobott ki a kis szerpentintóba. De hát mindenkinek megvannak az emlékei, amit ő szeretett. Itt volt. Ez most előtte, az a kövér hölgy a taxiban. Mit számít akkor? Kérdezte önmagát, ahogy a Bond Street felé haladt. Mit számít, hogy egyszer elkerülhetetlenül meg kell szűnnie létezni neki magának is, hogy mindez folytatódik majd nélküle? Bánja-e, vagy nincs-e valami végasztaló abban a gondolatban, hogy a halál mindent tökéletesen bevégez, s hogy mégis a londoni utcákon, a dolgok árapáján, itt meg ott, valahogy tovább él ő is, Peter is, tovább élnek egymásban, s hogy ő maga ebben biztos volt, beleolvad az otthoni fákba, vagy akár abba a csúnya, ormótlan, zegzugos házba, emberekbe, akikkel soha nem is találkozott, és kötcsíkként úszna, felravatalozva azok között, akik valaha a legközelebb álltak hozzá, s akik aztán ágaikra emelték őt, ahogy mint látta valamikor a fák a ködött. De hogy kiterjedt, szélszoródott,
Mindenfelé az élete, az énje. Miről is ábrándozott éppen, miközben Harcharts kirakatát nézte? Mit próbált felidézni? Miféle képet? Egy fehér lövidéki hajnalét, ahogy a nyitott könyvben ezeket a sorokat olvasta. Tűző napfénytől ne félj, sem ha a tél gonosz tühe dermeszt.